Ezzel a gyűrűző fogóval, vagy a másikkal, majd meglátjuk, melyik alkalmasabb, különböző lyukok vannak rajtuk, ezzel lehet összeszorítani. A gyűrűt szorítom nem a madárnak a lábát, és természetesen be fog teljesen záródni. Mondd el újra, hogy barjó. Felvétel van. Így, menjél le, és ott van a bejárat. Mondd el újra, hogy varjú. Így. Hát ők most két hetesek. Ezt mindenki tudja, aki figyeli a felvételeket. És ha meggyűrűztem, utána majd le is mérjük, hogy melyik a legnagyobb tömegre. Így néz ki. Így. Tehát kicsit összenyomtam a gyűrűt, de még nem záródott be teljesen. És ilyenkor a gyűrűző fogóval egy picikét kerekítünk rajta. Ilyen így van. Ez most hiába keres bárki is legyen. Na még ezzel picit még alakítunk. Jó, még egy picit kerekítünk rajta. Hát ez egyébként elég vastag gyűrű, mert hát ragadozó madarak azok simán le tudják szedni a lábukra, hogyha vékonyabb lenne. Úgyhogy kicsit nehéz vele még. Így, most bezáródik. Jó, tökéletesen jó. Így, és ilyen volt ugye az anyukája is tavaly gyűrűztük ugyanebben a fészekládában, és ez volt az, amit aztán le tudtak olvasni a kedves nézők. Ő most a 79-es. Nézzük a fejlettségét, hogy már jönnek azért szépen tokosak a szánytollai, és a végén zászlósodik. Tehát a tok kibomlott, és jönnek a szánytollak. Úgyhogy már alkalmas a gyűrűzésre, nem csúszik rá sem a lábujjakra, sem a combjára a gyűrű, csak szépen forog a csüggyén. Na megnézzük akkor ezt most, hogy hány grammos. Ide, ügyes legyél, 118 gramm, ezt majd mindjárt beírjuk, jó. És addig átrakjuk egy másik szatyorba, hogy ne keveredjen össze a gyűrűtlen a gyűrűssel. Így. Tehát a 79-es gyűrűs a 118 gramm volt. Ide. Jön a kettes számú fióka. Engedd el a tesót. Úgy. Nyolcvanas. Úgy. Reméljük, hogy sok-sok évig fogja viselni, és nem kerül mondjuk egy autó elé, és nem jelentik, hogy hát, bocsánat, találtunk egy elütött kuvikot, mert az nem lenne jó. A gyűrűszám alapján lehet mindig azonosítani, hogy a Budapest felirat meg azt jelzi, hogy magyarországi a gyűrűzött példány. Visszarúg egy kicsit, de nem baj, ennyit engedhet, tehát nem lesz semmi baja, őt is lemérjük. Uh-huh. Ez jobban tápált, 124. Uh-huh. 124 gram. 80-as gyűrűs, igaz? Igen. Jó. Ő az óriás, bébi. Ő az óriás? Uh-huh. Hát az az... 7 gramm az nem olyan nagyon nagy, vagy 6 különbség, de tényleg egyébként nagyobb, mint a többi.
Gyere! Hát, hogy aztán ki van a régi tojótól, ki az újtól, azt már így nem lehet megmondani. 81-es gyűrű. Ez itt egy vakonnak a, vagy nem tudom, valaminek a bőre. Na, ezt is összenyomjuk így. Ez a gondom, ezek a gyűrűk, hogy becsukjuk, és utána visszarúg egy picit, de hát nem baj, mert ekkora résen már ő elboldult, tehát nem fog felakadni sehova. Hiába nyomom össze, visszarúg egy picit. De nem baj. Szervusz! Egy selfie. Nézzük akkor őt is. Hát ez nagyon pici, 107. Hopp, el ne dőlj már, kis buta. Igen, jó van. Mindjárt visszakerülsz. Így. Ő a legtisztább lábú. Ő szép. Ad magára. Igen, vagy az anyuka YouTube-ban tisztogatja, nem tudom, 82. Kifejezetten ő tiszta lábú. A lábuk egyébként már nem nő tovább, tehát nem kell aggódni, hogy most mi lesz, hogy ekkora gyűrűt raktam rá, és akkor kinövik, mert körülbelül olyan 10 napos kortól már ők már olyan a nagy lábúak szinte, mint a felnőttek. A testük az nő, a tolluk az természetesen nő, de a lábuk már nem nő tovább. Tehát egyhetes fiókát még nem gyűrűzünk húviknál, de annál idősebbeket már nyugodtan lehet. Jó, na ez most gyönyörűen bezáródott. Ha, érdekes, nagyobbnak tűnt így megfogás, 93 gram. Ezt a kis tisztát is odaadom neked, hogy nézed, hogy milyen szép. Így a kezébe is lehet fotózni, de jó, még nap is kisütött rá. Ez már az ötödik volt? Még itt van egy. Nem, egy van. Jó, azért csodálkoztam. Csak az utolsó 93-as. Leszedem a lábáról a sarat, hogy ne győzsüljek ki a gyűrű. Szépen forog rajta. Ő az utolsó. 104. Valóban az volt az óriás. Az a 120, mennyi volt a legnagyobb? 124. Már amikor kibújt a tojásból, jóval nagyobb volt, mint a tüge. No, hát akkor megvannak, mi bele lehet egy picit videózni, hogy egymás mellett itt ücsörögnek. Így. Sziasztok! Hát nem nagyon sok minden látszik, néhány kis tolpihe csomó.